Gyere, gyere, hajrá, gyere! Szia! Most beszéltem a dr. Sós Ádám úrral, és azt mondta, hogy amennyiben ki lett egyenlítve az árverezés előtt a tartozás, a birtokbaadásról szó sem lehet. A mai nap folyamán valóban van egy olyan törvényrendelet, hogy a mai nap folyamán 8 órára volt az a birtokbaadás kihirdetve, nem jelent meg, a végül este 10-ig még jelentkezhet. Viszont maga a tulajdonos, tehát az Andi, aki még jelen pillanatban is az ingatlanban lakik, tiltakozhat az ellen, hogy birtokba nem szeretné adni az ingatlant. Mindenképpen fel kell jelenteni a végrehajtót, mert törvénytelenül jár el. És nem jogosan akarja a családot kitenni az utcára. De hát ez a megtörtént, nem? Igen. Micsoda? Mi? Feljelentés. Hát most vannak ott. Hát, meg még régebben, de az ügyészség is elutasított, és a végrehajtói kamaránál is voltam, és akkor szépen ügyesen megfogalmazták, mert közben a bíróságra is beadtam, hogy hát folyamatban lévő ügybe ők nem, meg így, meg úgy, és magyarul, hogyha a bíróságon nyerek, akkor majd mondják a végrehajtónak, hogy elnye, benye, ha nem nyerek, akkor mehetek hasonlóhivatalba. Viszont 2010 május-július között volt meghirdetve az árverezés, ugye? Ti júniusi hónapban betörlesztettétek a teljes adósságot. Ennek fejében 21-én... Nem betölt ezt a teljes adósság, tehát azért nem tudunk ezzel valamit. Csak azt az adósságot, amit ő azon a papíron számon kért. Ami végrehajtással lett adva, az bele teljes mértékben törlesztve. Igen, az igen. Ami azon fölül volt, az az összeg nincs végrehajtása. Itt most kizárólag a 147 ezerről beszélhetünk, mert az volt csak végrehajtásra adva. Csak nem kérték a végrehajtás törlését. Nem, az a helyzet, hogy a kezelő, mivel volt tartozás, ezért nem kezdeményezte a végrehajtás leállítását. De most az ügyvéd úr a Sós Ádám megerősítette. Fennálló 147 ezer forint fejében lett elindítva a végrehajtás. Az az összeg, ha belett az árverezés napjáig, lezártáig törlesztve, akkor nem lett volna szabad árverezni. Kinek lett elküldve a pénz? A közös képviseletnek. Hát ez az. De én ezt igazoltam. Júniusban fizették be. Hát egy hónap alatt csak át. De én igazoltam a végrehajtónak. Ha a végrehajtónak fizette volna be, akkor ugye a végrehajtó leállította volna a végrehajtást. Na de a végrehajtónak nem. Veheti el a pénzt? Nem. A végrehajtó nem. Nem veheti. A végrehajtó nem. De akkor meg aki átvett a pénzt, hogy jeleznie kellett volna végre. Azért felé, mert volt más tartozásuk is. Azért nem kértek végrehajtás megszületés. Ma reggel, ne beszéltek hülyeséget, ma reggel a közös képviselő jelen volt, itt beszéltem vele. És azt mondta, hogy ez az összeg belettörleszve, ők ezt jelezték a végrehajtó felé. Kiderült, hogy nem jelezték. Adásban volt náluk, nem jelezték. Akkor erről felvétel van, azt mondta, hogy vállalja a nyilvánosságot, felvétel van. Csillagom, ott van a papír. Ott van a papír részletezve, hogy mikor mennyi volt a tartozás. 2010. augusztus 31-én 264 ezer tartozás volt. Az senkit nem érdekel, az a fennmaradt tartozás itt, ami mondjam, a végrehajtás 147-ről szól. Hagy mondjam végig. Ezért ők nem kezdeményezték a végrehajtásnak a megszüntetését. Ezért. Na most, mivel a végrehajtás megszüntetését csak a kezdeményező vonhatja vissza, ezért ér tovább a végrehajtás. Minden esetre az ügyvéd azt mondta, hogy amíg lezárták az árverezést, 2010. július 21-e volt a határidő, addig lehetett árverezni az ingatlan. Az ideig, ha ez a 147 ezer forint belett fizetve, már pedig itt vannak a csekek, én is láttam belett fizetve, le kellett volna állnia a végrehajtónak, nem állt le. Egyik ez, a másik az, hogy ebben az esetben, ha mégis a végrehajtó kijön, és követeli, hogy adjátok birtokba az ingatlant, meg tudjátok tagadni, feljelentést tudtok tenni, viszont a végrehajtó, ha nem tud birtokból kitenni, abban az esetben ő is feljelentést tehet ellenetek. Ha nettán el kell hagyni az ingatlant, ti már követelni az új tulajdonostól nem fogtok tudni, kizárólag a közös képviselő társaságtól fogtok kártérítést kapni, ha törvényesen jártatok el, meg ők is törvényesen. Érted a lényeget? Csak, hogy a közös képviselet már alapvetően el fog utasítani arra való hivatkozással, hogy volt még adósságom.
De hiába arra nem, hivatkozhat, hogy még volt ez bírósági per esetén sem hivatkozhat arra, hogy volt adósságod, mert az az adósság nem lett végrehajtásra adva. Itt most erről az ügyről beszélhetünk, a 147 ezer forint, az van csak végrehajtáson. Ő ha később nem tudott egy igazolást kiadni, mert nektek még keletkezett tartozás, vagy még volt tartozás ezen kívül, az egy másik lapra tartozik. Ha menjen bele, itt a vitatott összeg 147 ezer, ami be lett időközben törlesztve. Tehát a végrehajtónak le kellett volna állnia. Ő ezért nem megy ki. A végrehajtó az nem állapodától, hát nem is tudott erről az összegről. Tehát itt, ha de hogy is nem tudott, de hogy is nem tudott. A közös képviselő az a közös azt mondta képviselő. A Zsigéd úr, hogy a közös képviselő társaságon kell a kárterítést, hogyha nem tántán a birtokbaldás megtörténik, kárteríteni kell benneteket, mert ugye törvényesen ez így fel, és ebben az esetben nekik kell kifizetni a kártérítést. Jó, oké.